Üdvözlöm Önöket, én Gerencse Ferenc vagyok, a Budavári Önkormányzat Momentumos alpolgármestere. Én is üdvözlök mindenkit, én Tompos Márton vagyok, a Momentum szóvivője és korrupcióvadász munkacsoportjának vezetője. Önöket is zavarja az az arcpirító mértékű korrupció, ami jelenleg Magyarországon zajlik. Önök szerint is minimum furcsa, hogy a leggazdagabb magyar egy gázszerelő, aki nem mellesleg Orbán Viktor gyerekkori barátja. És akkor mi nem beszéltünk az igazságügyminiszter korábbi helyeteséről, Völner Párról, aki az ügyészség szerint több 10 millió forint kenőpénzt fogadott el, és ennek ellenére a mai napig országgyűlési képviselő. És ezek az ügyek még csak a jéghegy csúcsa. 2010 óta folyamatosan nő a korrupciógyanús ügyek száma. Már eljutottunk odáig, hogy Európa egyik legkorruptabb állama hazánk. Ez azért van, mert évente 500 és 1000 milliárd forint közötti összeg tűnik el a korrupció miatt. Ez már olyan szintet öltött, hogy az Európai Unió is igyekszik reagálni, és véletlenül Orbán Viktor miatt az Európai Uniós forrásokat el fogja zárni hazánk elől. Tehát a Fidesz és Orbán Viktor kapzsisága miatt fogunk elesni forrásoktól, amiket iskolákra, munkahelyekre, kórházakra és egyébként a lakó környezetünk szépítésére, építésre fordíthatnánk. Ez egész egyszerűen felháborító. Így van, viszont nem csak az Európai Unió reagál, hanem mi is fejlesztettünk egy applikációt, egészen konkrétan a Momentum informatikusai, aktivistái a korrupcióvadász munkacsoport segítségével létrehozott egy korrupciódetektort. Ezt a Momentum applikációján, illetve a korrupciódetektor.hu oldalon keresztül érheti el bárki, és nagyon egyszerű dolga van, fel kell tölteni egyetlen egy fotót egy fideszes politikusról, és az applikáció, illetve az oldal megmondja, hogy ő érintette bármilyen korrupciós ügyben, felsorolva a bizonyítékokat, cikkeket. Mindenkinek javaslom, hogy mindenkit kérek arra, hogy próbálja ezt ki, értesítést is küld az applikáció arról, hogy április 3-án vigyázzunk azzal a jelölttel, aki a mi körzetünkben indul. Én meg szeretném mutatni ezt, hogy ez hogyan működik, de addig is csak annyival hadd zárjam le, hogy április 3-a után mi elkezdjük a csatlakozási folyamatokat az Európai Ügyészséghez, és el fogjuk számoltatni az elmúlt 32 év politikai elitjét. Megmutassuk, hogy próbáljuk ki. Jó. Tehát lövök egy fotót Böröc úrról, ezt már megtettem az előbb, és ilyen szépen beazonosította az arcot, és azt is megmutatja, hogy milyen ügyekben érintett. Tehát korrupció detektor, Momentum applikáció, használjátok!